Köszöntöm a nézőinket a Gyerekek Világnapjának estéjén, ez az UNICEF Magyarország rendezvénye. Természetesen az előző években mi is gyerekrészvétellel zajló vidám események sorozatát szerveztük ebből az alkalomból, most viszont a COVID-helyzetre való tekintettel az online térbe helyeztük át eznek a napnak a megünneplését is. Így viszont legalább lehetőséget kaptunk arra, hogy Kanadában élő világhírű magyar orvossal, dr. Máté Gáborral beszélgethessünk arról a témáról, amit egyébként idén az egyik legfontosabbnak tartunk a gyerekek és a fiatalok vonatkozásában, ez pedig a mentális, lelki egészségükre gyakorolt hatása annak a helyzetnek, aminek a következtében mi is itt az online térben vagyunk. Jó estét kívánok, Gábor, nagyon köszönöm, hogy velünk tartasz. Köszönöm, hogy meghívtam. Ja, azért gondoltunk rád ebből az alkalomból, hiszen te nem csak a mentális egészséggel foglalkozol nagyon régóta, és számtalan bestseller könyv is bizonyítja ezt, de kifejezetten a traumával is. Azt pedig a mi kutatásaink bizonyították az elmúlt hónapok során, hogy a magyar fiatalokat és gyerekeket, ahogy a világ többi részében is a fiatalokat és a gyerekeket, rendkívüli módon megviselte ez a helyzet. Nem is feltétlenül a betegség, hanem a járványveszéllyel járó lezárások, bizonytalanság, mindenféle korlátozás. Elmondható szerinted, hogy generációs traumává válik az, amit most átélünk? Nézd, először is, amit Magyarországról mondasz, ez egy világ szerte megjelent ez a folyamat, hogy a gyerekek tényleg több stressz alatt vannak, és a lelki betegségük, illetve a lelki egészségük nagyon meg volt érintve negatív módon a COVID helyzet által, és ez persze többek között ez azért van, mert a gyerekeknek a lelki állapota nem csak most, hanem általában nagyon van befolyásolva a szülőknek a lelki állapotával. Tehát amikor a szülők stressz alatt vannak, az azt jelenti, hogy a gyerekek stressz alatt vannak. Mondok egy példányt, volt egy kutatás, aki kimutatta, hogy egy házasságban kétféle módon lehet megnézni, hogy boldog vagy boldogtalan, vagy stresszmentes a házasság. Egyik mód az, hogy megkérjük a szülőket, hogy milyen a viszonyuk, és akkor megmondják, hogy stresszes vagy nem stresszes. De a másik mód az, hogy megmérjük a gyereknek a kortizol, a stresszhormon színjét a vizeletükbe. És már a gyerek stresszhormonjából tudjuk, hogy melyik házasság bajban van és melyik nincs. Anélkül, hogy a szülőket is kérdeznénk is. Tehát a szülői stressz az fizikailag és lelkileg megjelen a gyerekbe is. Csak ezt akartam ezzel mondani. Azt pedig már sok helyen mondtad és írtad, hogy szerinted a stressz az gyakorlatilag úgy hat, mint a méreg. Gondolom, ha ez úgy hat, mint egy méreg egy felnőtt szervezetre, akkor egy fiatal szervezet esetében ez még veszélyesebb. Épp ezt mondta, ez a kis kutatás, amit most említettem, épp ezt mutatta ki. Úgyhogy nem a egyébként itt a krónikus stresszről beszélünk. Egy kis stressz mindig szükséges az életbe, és el is kerülhetetlen. De a krónikus stressz, annak nagy negatív hatásai vannak. Milyen következmények lehetnek? Nézd, például ki van mutatva minden kételj nélkül, hogy minél stresszebb, több stressz alatt vannak a szülők, annál inkább esedékes a gyerek arra, hogy asztmája legyen. Tehát még a gyerek tüdője is megvan hatva a szülőknek a lelki állapota miatt. Tehát a stressz a testet és a lelket érinti. Tehát minél több stressz van a családban, illetve a társadalomban, ami a családot érti, annál több stressz alatt vannak a gyereknek a szervezete. Nyilvánvalóan ez is egy nagyon fontos szempont most, hogy a szülő hogy éli meg a jelenlegi helyzetet, hiszen most már nem csak arról beszélünk, hogy mi történt tavaly, amikor effektív karantén alatt volt például ez az ország is, hanem ismét lezárások küszöbén vagyunk, vannak környező országok, ahol ez már nem is kérdés. De ugye a gyerekeket olyan típusú negatív hatások is érik, amik akkor is igazak lehetnek, ha a szülő egyébként kifejezetten jól viseli a maga részéről ezt a helyzetet. Például az, hogy nem találkozhat a kortársaival, bezár az iskola, sokkal elszigeteltebb, mint
egyébként lenne. Ugye kamaszkorban, amikor pont a leválás, a szülőktől való leszakadás lenne a feladata, akkor ez különösen érzékeny, gondolom egy kisgyerek esetében kevésbé, de ott is, stressztől függetlenül is, nagyon alapvetően megváltozik a helyzet, a környezet, a mindennapi élet. Ennek is van hatása, ugye? Nézd, az emberi természet az, hogy szükség van a kapcsolatra. Szükség van az emberi, lelki, érzelmi és fizikai kapcsolatra másokkal. Így vagyunk mi alakítva, mint emberek. Mikor ez el van zárva tőlünk, akkor persze szenvedünk. És most nagyon láttuk a COVID-járvány alatt, ezek az elzárások miatt, hogy mennyire szenvednek az emberek, mikor nem találkozhatnak egymással. Az emberi fejlődés kora alatt, felnőtt korig, tulajdonképpen a legfontosabb viszonyok a felnőttekkel lenni a gyereknek. A mi világban több ok miatt ez nagyon el van vágva, és a kamaszok túl sokat támaszkodnak egymásra. Na most, mikor a COVID megtörténik, ez el van vágva tőlük. Tehát emiatt sokat szenvednek, de szerintem már attól is szenvednek, hogy túl sokat egymásra vannak szorulva érzelmileg. Egyik könyve merül is szól. A kortárs csoport meghatározóbbá vált, mint a szülők hatása és társasága, és te ezt érzed egy alapvető problémának a társadalomban, már a COVID-ot megelőzően is. Igen, a könyvem, amit világszerte megjelent, de Magyarországon az a címe, hogy a család ereje, épp erről szól, hogy a mai modern világban a gyerekek elveszték a kapcsolatot a szülőkkel és a nevelő felnőttökkel, és akkor érzelmileg inkább egymáshoz fordulnak. Ami azt jelenti, hogy éretlen emberek nevelik egymást, ami egy nagy-nagy forrása a lelki és mentális bajoknak, sajnos. Na most ezt a COVID nagyon kimutatja. Azokban a családokban, ahol a szülők még megtartották a jó, erős kapcsolatot a gyerekekkel, azok a gyerekek nem szenvednek annyira, hogy nem láthatják a barátaikat. Nem azt, hogy nem fontos, de nem szenvednek. Úgy érzed, hogy ez egy lehetőség is arra, hogy visszataláljanak egymáshoz a család tagjai, a különböző generációk? Nézd, de ez nem csak egy lehetőség, ez egy valóság. Én több szülőtől hallottam és olvastam, hogy a COVID okozott bezárkózás egy új lehetőséget nyitott fel a családba, hogy hirtelen megismerjék a gyerekeiket. És ott látják, hogy gyerekek hogy növekednek, és hogy fejlődnek, és hogy tanulnak, és hogy játszanak. És ez nekik egy nagy pozitív hatás volt. Ezek a családokban, ahol megvannak a jó viszonyok. A családokban, ahol nincsenek ezek a jó viszonyok, ott több szenvedés jön persze. És hozzáfüggöm, hogy világszerte, de szint biztos itt Észak-Amerikában, az erőkosszakosság és a gyerekbántás nagyon felment a COVID alatt. Tehát a családokban, ahol a viszonyok rosszabb voltak, ott még rosszabb, még a COVID előtt, ott megint még rosszabbak lettek a COVID nyomása miatt. És több gyerek jelent meg a kórházakban sérülésekkel és bántással, mint azelőtt, a COVID miatt. Mert a szülők, akik stressz alatt vannak, és akik lelkileg trauma, hordtak, stb. Ezt inkább átadták a traumát a gyerekeinknek a COVID alatt, mert be voltak zárkózva együtt. Tehát ez, azt mondom ezzel, hogy ez kétféle módon mehet, vagy jobban, vagy rosszabbul, attól függ, hogy milyenek voltak a viszonyok a családban a COVID előtt. Hogyan lehet megpróbálni megoldani ezeket a helyzeteket, és ki a családjában hogyan próbálhat elmozdulni a pozitívabb irányba ezzel a történettel? Ja, ez nagyon nehéz. Most nyilván a bántalmazásról beszélek kifejezetten, bár egyébként arról mi is nagyon sokat beszéltünk itt az UNICEF Magyarország nevében is, meg a magyar szakértők is, hiszen ez valóban világjelenség, és itt is megfigyelhető volt, hogy azokban a családokban, ahol jelen volt mondjuk kisebb mértékben a bántalmazás korábban, ott ez nagyon megugrott.
a COVID időszaka alatt, különösen a lezárások alatt, és az áldozatok egyedül maradtak. Ez egy szörnyű jelenség, de nem erre gondoltam, amikor azt kérdezem, hogy mit tud a család tenni, hiszen nyilván ez egy sokkal súlyosabb probléma, amikor már itt tartunk. Én most elsősorban azt kérdeztem, hogy azok a családok, ahol még nem durvult el így a helyzet, hanem egyszerűen csak szembesülnek ezekkel a mentális kihívásokkal, amiket a járványhelyzet okoz, hogyan tudják ebből a jót kihozni? Jó és nehéz kérdés. Először az, hogy be kell látni, fel kell ismernünk, hogy a gyerekeket főleg az védi a lelki és elmei zavaroktól, hogy milyen a minősége a gyerek és szülő kapcsolata. Minél melegebb és szorosabb és elfogadóbb és támogatóbb a szülő kapcsolata a gyereknek, annál inkább van védve a gyerek a világ bajaival szembe. Tehát itt a kapcsolatról van szó. Most ez azt jelenti, hogy a szülőknek maguknak meg kell őrizni az ő lelki nyugodtságát. Tehát a kérdés csak nem az, hogy bánjunk a gyerekekkel, hanem hogy bánjunk saját magunkkal is, mint szülők. Vigyázzunk a lelki egyensúlyunkra, hogy védjük saját magunkat. Hogyan? Hogyan? Hát... ez az szükség, hogy például a szülők az egymás közötti stresszekről és feszültségekről nyíltan beszélnek egymással, hogy ne nyomják el magukba az érzéseiket, hanem legyenek nyíltak egymással, pihenjenek, amikor tudnak, óvják a lelküket, a testüket, jó ételt kell enni, gyakorolni kell, sétálni kell, szabad levegőt kell tapasztalni. Tehát vigyázni kell saját magunkra. Kettő, most volt egy kutatás, most megjelent ezen a héten tulajdonképpen, aki kimutatta, hogy az nagyanyáknak az agyába a lelki hálózatok inkább felvilágítnak, amikor az unokáikról beszél, kapcsolatban vannak, mint a saját gyerekekkel szemben. Tehát ez azt mutatja, hogy a több generáció kapcsolatnak milyen szüksége van. Most ez azért nagyon világban... szabad, amit mondasz, mert pont, hogy elválasztja a generációkat, elsősorban a legidősebb generációt a legfiatalabbaktól ez a helyzet, hiszen az időseknek van okuk attól tartani, hogy akár oltással együtt megfertőződhetnek. Tehát, akkor a kérdés az, és általában még a COVID előtt is, legalábbis itt Észak-Amerikában, de feltételezem, hogy Magyarországon is, ezek a generációs kapcsolatok a nagyszülők és unokák között egyre inkább gyengébbek és gyengébbek. Ez nem így volt annak idején. Amerikában gondolom, ebben az is benne van, hogy egyre kevésbé élnek egy városban, vagy egymás közelében a generációk. Nagyon. Magyarországon ez kevésbé igaz. Itt is szemben kb. Ez nagyon igaz. Tehát most a COVID alatt, itt ahol a technológia nagy szerepet tud játszani, mert ez a digitális technológiának sok bűnje van szerintem, és sok bajt okoz a világban, de a COVID alatt a lehetőség fent áll, hogy anélkül, hogy az emberek fizikai kapcsolatban lennének, legalábbis érzelmi kapcsolatban lehetnek a technológián keresztül. Tehát a Zoom és ezek a Skype, stb. Ezek a technológiás módok nagy szerepet tudnak játszani, hogy a nagyszülőket összehozzák az unokákkal, hogy lássák ők egymást naponta. Ez mérhető egyébként mondjuk neurológiailag? Neurobiológiailag, hogy mennyiben tudja kiváltani ugyanazt a pozitív hatást, és felszabadítani ugyanazokat a jótékony vegyi anyagokat az agyban, például egy ilyen számítógépen keresztüli kapcsolat, az igazi élő kapcsolathoz képest? Ez érdekes kérdés. Nem tudom, hogy erre van még kutatás, vagy nincsen, ezt nem tudom válaszolni, de nagyon érdekes lenne ezt megnézni.
De szerintem, de nem csak szerintem, hanem tapasztalat mutatja, hogy mennyire élvezik a kisgyerekek és a nagyszülők egymást, még távoli távolságban is a Zoom-on keresztül például. Tehát ez nem kétséges. Másfelől viszont a kisgyerekek ugye nem csak a Zoom miatt, hanem általában is sokkal több időt töltenek most az online térben, mint korábban. Ez nyilván a nagyok esetében is így van, csak a kicsik lehet, hogy még egyáltalán nem használtak volna készülékeket, vagy csak nagyon-nagyon keveset. És ugye abban a helyzetben, amikor már az óvoda is online üzemmódra kapcsol, azok a szülők is kénytelenek voltak elengedni ezt, akik egyébként még óvták volna az ilyen hatástól a gyermekeiket. Ez összefügghet például azzal, amit megfigyeltünk mi is a saját kutatásainkban, mások is, hogy a figyelemzavar is erősödött ebben az időszakban a kisebb korosztálynál. Nézd, ez igaz. Amikor a kapcsolat felnőttekkel van a készleteken keresztül, az még jó. De a mai gyerekek COVID vagy nem COVID, de főleg COVID alatt túl sok időt töltenek ezekkel a készletekkel, a cellphone, stb. És eznek nagyon káros hatása van az agyra és az agy fejlődésre. És tényleg szaporítja a figyelemhiányt, mert azok a hálózatok az agyba, amiknek ki kell fejlődni, ezek a technológia hatása alatt nem fejlődnek olyan jól, sőt, még rosszul fejlődnek is, ez már ki van mutatva kutatások alatt. Tehát azok a szülők, akik óvják a gyerekeket ezektől, nagyon igazuk van, és ha az óvodát online kell megtenni, az még jó, de a gyerek ne üljön egész nap ott a televízió, vagy a számítógép, vagy a telefon előtt. Az nagyon káros hatása van az agyra, és ez már több kutatás ki is mutatta, hogy milyen rossz a hatása. Ez egy nagy-nagy probléma a mai világban, amint a COVID csak most még inkább megkárosított. És ezen belül van különbség a között, hogy a gyerek zenét hallgat azon a készüléken, videót, mesét néz a készüléken, valamilyen interaktív játékkal játszik, vagy más csinál? Nézd, amikor megtanulmányozzuk a gyereknek, mi a szükségletei a normális, egészséges fejlődéshez, az egyik legfontosabb az a játék, a szabad játék. A játék a szabadba. Mert így fejlődtünk ki, mint emberek, hogy kint voltunk a szabad világba, a természetbe, és ott játszottak a gyerekek. De a játék, például nézd, mikor én Magyarországban felnőttem, a Hungária körúton, Zuglóba, nem volt persze ilyesmink, de volt, hogy az utcán egy pocsolya és egy kis ág, és az egész volt, hogy egész nap játszak. Tehát ez a szabad játék, erre van szüksége az ember fejlődésére és az agy fejlődésére. Ezek az eszközök, illetve a készülétek nagyon megvonják a gyerektől azt a lehetőséget, hogy szabadon játszon. Mert mikor ezen játszik, ez nem igazi játék. Hogy az igazi játék a fantáziából ered, nem egy ilyen gépből. Tudod? Ez akár azt is jelentheti, hogyha például egy óvodás korú gyerekkel most előfordul, és ilyen helyzetek vannak, és feltétlenül lesznek a következő hónapokban, hogy fertőzés miatt hazaküldik az óvodásokat egy pár hétre, akkor jobban jár a gyerek, ha ezt a szülő megteheti, hogyha az online óvoda helyett, az online kisiskola helyett akár inkább kiküldik játszani? Inkább szabad játékkal foglalkozzon, mint hogy üljön a készülék előtt? Szerintem igen, mert ez inkább támogatja az agy fejlődését. Van egy hálózat az agyunkban, ami kifejezetten a játékra van szentelve, tudod? És ez a játék az alapja az emberi fejlődésnek. Na most, de ezt nem mondom, hogy ne legyen online óvoda. Az még jó. De ezen kívül ne üljön a gyerek a gép előtt, tudod? Ne játszon a számítógépen, ne játszon a telefonnal, menjen ki a szabadba és játszon a kertbe vagy az utcán, hogyha ez biztonságos.
Azok a magyar szakértők, akiket mi megkérdeztünk a kutatásunk során, pedagógusok és olyan gyerekpszichológusok, akik például oktatási intézményekben nap mint nap gyerekekkel dolgoznak, azt fogalmazták meg, hogy attól tartanak, hogy ennek az időszaknak a káros mentális hatásai még akkor is hosszú távra fognak kihatni, hogyha ne adj, vagy adja Isten, a következő rövid időn belül mondjuk eltűnne a vírus a világról, és visszatérhetnénk valami fajta rendes kerékvágásba. Te hogyan gondolkozol erről? Hát nézd, én is osztom ezt a félelmet, ez nem kell okvetlenül így történnie, de nagyon esedékes. Az attól függ, hogy mi, mint felnőttök, és mint szülők, mint tanítók, és mint egy társadalom, hogy kezeljük a dolgot. Tehát a trauma nem csak az, hogy mi történt, hanem a trauma inkább az, hogy milyen hatása van bennünk annak, ami történt, tudod? Tehát, hogyha ugyanaz az esemény tud történni két emberhez, egyik traumát szenved, a másik nem, attól függ, hogy mi történik belül a traumából kifolyólag. Na most, hogy mi történik a gyerekekben, a Covid-ből kifolyólag, az nagyon attól függ, hogy ez mi, hogy kezeljük a dolgot. Az iskolákba, az otthonokba, az egész társadalomba, a kultúrába általában. Tehát nem föltétlenül fog ez a kár sokáig tartani, de sajnos nagyon ecsedékes. Vegyük akkor először a legrosszabb szenáriót. Hogyha ez a kár marad, akkor te milyen típusú következményeket látsz? Mi az, amit el kéne kerülni? A legrosszabb szenárió. Nézd, ezt már láttuk a Covid előtt is. Mert mikor megnézzük, hogy mi történik a gyerekekkel világszerte, Magyarországon is, egyre több és több gyerek van diagnozálva mindenféle úgynevezett elmezavarral, ADHD-val, figyelemzavarral, amiről szintén írtam, a depresszióval, a idegességgel, önbántással például, vágják magukat a gyerekeket, rossz viselkedés, úgynevezett rossz viselkedés. Az UNICEF adatai azt mondják, hogy 7 gyerekből egy, vagy 7 serdülőből egy már ilyen mentális betegségekkel diagnosztizálva is van a világon, és ez már a Covid előtt is igaz volt. Ezt akarom mondani, hogy ez már a Covid előtt is így volt. Miért volt így? Ami ki van zárva, hogy itt genetikai elmebajokról beszélek, mert a genetikus alapjunk nem változik 10 év alatt, 20 év alatt, 30 év alatt, 100 év alatt. Tehát ha most például több figyelmihiány zavart látunk, mint láttunk 20 év vagy 30 évvel ezelőtt, a genetika az nem okozhatja. Miről van szó? Arra van szó, hogy minél több stressz van a szülőkön, annál inkább zavarol a gyereknek a lelki állapota. Tehát amiről beszélünk itt, az az, hogy a stressz nagyon megszaporodott a modern világban több ok miatt, és ezt a stresszt, amit mellőzőről mondtam is, nagy kihatása van a gyerekeken. Tehát ezért látunk több gyerek elmebajt, úgynevezett, mint azelőtt. Nem azért, a gyerekekkel valami baj van, hanem mert a szülőkben túl sok stressz van a társadalmi változások miatt. Tehát most jön a Covid, egy újabb nagy stressz. Tehát elvárható, hogy megint több hatása lesz. De ez nem a Covid, ez nem sajátos a Covidhoz, ez már így, a Covid előtt is így volt. És ugye az eredeti kérdésem az volt, hogy mi a legrosszabb szenárió szerinted? Tehát, hogyha nem tudjuk ezeket a hatásokat mérsékelni, elkerülni, akkor hosszabb távon mit okozhat ez az időszak, amit most éppen megélünk? Milyen hatása lehet azokra a generációkra, akik most kisgyerekek, vagy most kamasz gyerekek, vagy, és ez nyilván egy különleges eset egyébként, akik most babák, az úgynevezett COVID-babák. Hát nézd, amint javasoltam, több depresszió lesz, több ADHD lesz, több idegesség lesz, több önbántalmazás lesz, többen bántalmazzák majd a gyerekek egymást, többen fognak nehezen tanulni, többen fognak nehezebben lépni
jó emberi kapcsolatban egymással, vagy a felnőttekkel, stb. Ez mind elvárható. És az iskolákban több bajt fogunk látni. És ugye, amikor hosszú távú hatásokról beszélünk, akkor már arról az időszakról beszélünk, amikor ezek a gyerekek felnőttek lesznek. Ha nem tudjuk valahogy ezt meg, akkor hogyan transponálódnak át ezek a problémák, ezek a kamaszkori jelenségek, amiket az előbb említettél, a későbbi felnőtt korra és arra a világra, amikor ez a COVID generáció a meghatározó. Ugyanazok a folyamatok majd kihatnak, vagy folytatódnak felnőtt korban is. Tehát megint több, de ezt már láttuk COVID előtt is. Egyre többen vannak diagnosztizálva mindenféle álmabajjal, stb. Többen szednek orvosságot elmei zavarok miatt, és ezt fogjuk látni a jövőbe is, és emellett, mint orvosi szempontból, ennek lesznek fizikai, illetve a testi hatása is, több betegséget fogunk látni, stb. Mert olyan sok emberi baj a stresszhez van kapcsolódva, ezt még a nagy magyar eredetű kutató Selye János kimutatta már majdnem egy évszázad előtt, mondjuk fél évszázad előtt, stb., hogy a stressznek milyen hatása vannak a testre, tehát több bajt fogunk látni lelkileg és fizikailag az emberekben, és többen lesznek bizalmatlanak egymáshoz, kapcsolatok nehezebb lesznek, de ezeket már láttuk a COVID előtt is, csak ezt a COVID majd nagyon megerősíti. Tehát igen, és te is nagyon írtál már arról, hogy a lelki egészség az a fizikai egészségre is milyen közvetlen hatással van, és hogy fizikai betegségeknek az eredője gyakran lelki-mentális folyamatokban kereshető. Pontosan, és amennyire ezt a COVID még inkább mérgezi, annál inkább lesz a hatása, a negatív hatása a jövőbe is. Ezt nem nehéz előre látni. Ez nem nehéz megjósolni. Én kértem, hogy először beszéljünk a legrosszabb várható szenárióról, de azért nézzük meg azt is, hogy lehetünk-e optimisták. Mert talán annyiban még előnye is lehet ennek a helyzetnek, hogy itt van ez a, talán mondhatjuk, hogy szintén világjárvány, a mentális problémák világjárványa, mivel az elmúlt időszakban már egy kicsit többet foglalkozott a világ, de azért még így is gyakran a szőnyeg alá sepertük. Nagyon sok társadalomban, én azt hiszem, hogy a magyar társadalomról is elmondhatjuk ezt, még mindig tabusítva voltak ezek a kérdések, és minthogyha ennek a COVID-járványnak a kapcsán azért most egy picit felszabadultunk volna abban, hogy ezzel szembe merjünk nézni. És most beszélünk róla, most foglalkozunk vele, az emberek egy része talán egyedül is maradt a bezártságban, az izolációban, az előzetes traumával és a stresszével, és talán el is kezdte ezt valamilyen módon feldolgozni. Ez reményre is okot ad? Ne, ez azt hiszem nagyon jól mondtad. Van egy nagyon érdekes kínai kifejezés. A kínai a szó krízis, a kínai nyelven két másik szóból áll. Egyik az, hogy veszély, és a másik az, hogy lehetőség. Tehát amikor a krízis áll fel, mint most, van egy veszély, amiről beszéltünk, de éppen, ahogy te nagyon ékesen mondtad, van egy lehetőség is. És a lehetőség abból eredne, hogyha belátjuk a nehézségeket, és megkérdezzük, és megkutatjuk, és megtanuljuk a leckéket. Például egy barátom, magyar barátom, aki terapista, itt dolgozik Vancouverba, de most nemrégen, illetve nyál alatt, a családja Magyarországon él, meglátogattam Magyarországot, és azt mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy milyenek ott a helyzetek, és azt mondta, hogy sokkal többet járnak most terapistához, és többen érdeklődésre fordulnak a lelki állapotukhoz, mint azelőtt. Tehát szerintem ez nagyon jó. Mert hogyha valamivel szembenézünk, akkor esetleg tanulunk valamit, és akkor javítani tudjunk a helyzeten. Tehát itt megvan a veszély, de ahogy te is mondtad, itt megvan a lehetőség is, szerintem. Igen, mi egy
kampányt is építettünk erre a témára az elmúlt hónapokban, és ennek egy fejezete most indul, a Gyerekek Világnapja november 20-án, plakátokat is tettünk az utcára országszerte, meg az interneten is lehet találkozni ezzel a kampánnyal a médiában, és egyébként épp ez a címe, amit te az előbb mondtál, hogy nézzünk szembe a problémával, nézz szembe a problémával. Mert valóban ott indul a gyógyulás. Ebben én is egészen biztos vagyok, meg ebben konszenzus is van a szakemberek között. Az egyik probléma Magyarországon azonban, hogy nincsen elég szakember, nincsen elég gyerekpszichiáter például, és a kapacitások a gyerekpszichológusok vonatkozásában is nagyon végesek. 500 gyerekre jut például egy iskolapszichológus, de bizonyos körzetekben ez valójában még ennél a hivatalos 500-nál is jóval több. Mi olyanról is hallottunk, ahol 2-3 ezer gyerek jut egy iskolapszichológusra. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ahol kéne, ott az a szakmai segítség megadható. Ilyenkor mi történik? Nézd, sajnos ez így van, nem csak Magyarországon, de másod is, és még van egy mélyebb baj is, hogy sokszor a pszichiáterek képzése szerintem nagyon sekély több szempontból. Tehát legalább itt Észak-Amerikában, Magyarországról nem tudok beszélni annyira, mert nem ismerem otthoni helyzeteket annyira, de amit láttam, az igaz is, hogy a sok pszichiáter inkább a dolgnak a biológiai oldalát nézi, ahogy hogy az egész gyereket megérteni, tudod? Tehát ez mondjuk a nehézség. A szerencsé az, hogy nem szükség szakemberekre minden esetben. Főleg arra van szükség, hogy a tanítók és a szülők megtanulják, hogy mik a gyereknek az érzelmi szükségei. És amint szülők és nevelők meg tudjuk nyújtani a gyerekenek az érzelmi szükségeket, akkor sokkal kevesebb gyereknek lenne rászorulva arra, hogy szakembert kelljen látogatni, tudod? Tehát itt nem csak szakember hiányról van szó, itt egy általában társadalmi hiányról van szó, mert az hiányzik, nem értjük már annyira, hogy mi szükséges az egészséges gyerek fejlődésre, és az egészséges agy fejlődésre. Ezek nem nehéz dolgok. Egy, kötődés, kapcsolat, meleg, szoros kötődés a szülők, a felnőttekkel. Egy. Kettő, a szabad játék, amit mondtam, ez nagyon-nagyon fontos. Nem könnyű megnyújtani, de nagyon-nagyon fontos. Három. A gyerekeknek nem szabad a gyerekre rászorítani arra, hogy dolgozzon, hogy megtartsa a kapcsolatot a szülőkkel és a felnőttekkel. Az a kapcsolatnak nem szabad veszélybe lenni azért, mert a gyerek így viselkedik, vagy úgy viselkedik. Tehát ezt a gyereket úgy kell elfogadni, ahogy van. Minden feltétel nélkül. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. És negyedik az, hogy a gyerekeket meg kell engedni, hogy érzék az érzelméket. Nem mondjuk a gyereknek, hogy ne legyél dühös, ne legyél szomorú, ne legyél érzékeny. Érezze a gyerek, amit érez, és ezt fogadjuk el. Ha ezt a négy feltételt megnyújtjuk, akarom mondani, akkor sokkal kevesebb gyerekkori viselkedési, elmei baj lenne. És ehhez nem kell szakember. De ehhez egy másfajta társadalmi hozzáállásra van szükség. És hogyan tud egy másfajta társadalmi hozzáállás kialakulni? Kinek van ebben felelőssége, szerepe, ki tehet érte? Vannak erre jó példák a világban, amikor ezt felismerve egy társadalom változtatni tudott? Nem tudom állítani, hogy tudod, hogy mikor volt ez megnyújtva a gyerekeknek? Az ókorban, mikor a benszülöttek általában így nevelték a gyerekeiket. Így fejlődtük ki, mint emberek. A modern világban az nagyon el van veszve, világszerte. Azért látjuk olyan sok bajt. Hát nézd, Antónia, ezért teszed te a munkádat, hogy azt változtassad. Ezért írom én a könyvemet, és ezért beszélek világszerte ilyen témákról. Tehát nincs egy nagy
varázs botom, amivel meg tudnám érinteni a világot, hogy így változom most. Ha lenne, megtenném. De ezt a tudományt, ezt a belátást, amely egyre inkább tisztább és tisztább lesz, ezt ki kell vetni a világba. Sajnos azok, akik ezeket a fontos döntéseket megteszik, hogy mire küldjük a pénzt, például sajnos Magyarországon, amiről tudom, tömpész küldenek futballstadionokra, mint hogy a gyerekeket támogassák lelkileg. Az nagy hiba szerintem. Hogyan lehet a gyerekeket államilag támogatni lelkileg? Nézd, először is építjük fel olyan helyzeteket, ahol sok lehetség van arra, hogy a gyerekek játszanak szülői és felnőtti szemek alatt, tudod? Támogatjuk a fiatal családokat, hogy ne legyen sok stressz alatt. Az iskolákba több pénzt kell költeni arra, hogy azok a gyerekek, akik zárva vannak, nem csak kontrolláljuk a viselkedésüket, de nem a lelki és érzelmi támogatást kapnak. Többek között. A kötődésről te is most is, és már korábban a könyveidben, cikkeidben is nagyon sokat beszéltél, hogy ugye itt az alapvető probléma, hogy a szülők egyre elfoglaltabbak, persze egyre stresszesebbek, és egyre kevesebb idejük van otthon lenni, és így aztán kevésbé alakul ki a szoros kapcsolat a gyerekekkel. Ez mennyiben időkérdés? Hiszen nyilván nagyon sokan, akik most hallgatnak minket, azt gondolják, hogy hát de ezzel nem tudok változtatni, hogy dolgoznom kell. És mennyiben inkább az idő minőségének a kérdése? Hogyan lehet egy viszonylag szűk időkeretben is, a modern ember időbeosztása mellett is kialakítani azokat a típusú építő kapcsolatokat, amiről azt mondod, hogy az ókorban voltak utoljára rendben? Ja, nézd, amennyire csak, ez igaz, a világ olyan, amilyen, tehát ezt egy egyén szülő nem tudja megváltoztatni. De amit a minőségről beszélsz, az nagyon fontos. Tehát, amikor azok megkutatják, mi történik szülők és gyerek között, az első pár évben főleg a kapcsolatról van szó. Csak játszanak egymással a felnőttek és a gyerekek. De ahogy a gyerek idősebb lesz, egyre inkább a szülő arra figyel, hogy hogy viselkedik a gyerek, és hogy tanul, stb. Ez egy hiba. A kötődés legyen az első feltétel mindig. Erre vigyázzunk, erre szenteljük az energiánkat. A viselkedés és a tanulás, azok meg spontán jönnek ebből kifolyólag. Hogy erősítjük jól a kötődést? Az, hogy meg kell értenünk, hogy a gyerek, mikor nézd, ennek több rétege van, és remélem, hogy lesznek azok, akik a hallgatók között, akik esetleg megnézik a könyveimet erről, amik erről szólnak, de főleg az, hogy mikor a gyerekre nézzünk, ne a gyerek viselkedésével törődjük annyira, hogy a gyerek, hanem arra nézzük, hogy miek a gyereknek a szükségletei. És erről a szükségletek már beszéltem. Hogyha ezt tartjuk az első sorba, hogy mik a gyereknek a szükségletei ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön, ez legyen a mi vezetőnk, ez legyen a mi célunk. Ez a legfontosabb. Akkor fordítsuk ezt most le azokra a mindennapi helyzetekre, amik a mi kutatásaink tanúsága alapján a leggyakrabban fordulnak most elő, mondjuk kamasz gyerekes családokban. A gyerek bezárkózik, a gyerek depressziós lesz, szorong, alvászavarai alakulnak ki, játékfüggősége esetleg, számítógép függősége, tévésorozat függősége, éjszaka kezd el ébren lenni, nappal alszik, felborul a teljes időbeosztása ettől az alvás után, előbb-utóbb az étkezése is felborul. Ilyen jelenségekről számoltak be nekünk nagyon nagy számban szülők, és szakemberek, pedagógusok, gyerekpszichológusok is. Ott ül ez a szülő, aki észleli ezeket a jelenségeket,
lehet, hogy azt se tudja pontosan eldönteni, hogy mi az, ami egyszerűen a kamaszodás normális velejárója, mi az, ami a COVID-helyzet kvázi normális velejárója, mi az, ami már komoly probléma, és szakember segítségét igényli. Lehet, hogy szakembert nem is tud elérni, mert nincs vagy drága. Mit tud tenni ebben a helyzetben ez a képzeletbeli, de valószínűleg nagyon is valóságos szülő? De ezek a tünetek, hogy a gyerek bezárkózik a szobájába, interneten van egész éjszaka, vagy egész nap, az már azt jelenti, hogy valami meg van szakadva a szülői szülő-gyerek kötődésbe. Amíg az a kötődés nincs reparálva, nincs megjavítva, a szülőknek semmi hatalma nincsen arra, hogy a gyerek helyzetét vagy viselkedését megváltoztatja. Mert akinek kamasz gyereke volt, vagy van, az nagyon tudja, hogy mennyire nyomjuk, vagy erőszakoljuk a kamaszt, inkább megy a másik irányba. Inkább ellenzékes lesz. Tehát az első lépés mindig az, hogy akármilyen módon azt a kapcsolatot fel kell melegíteni, vissza kell helyezni. Anélkül, hogy ezt nem tesszük, tehetetlenek vagyunk. Tehát itt mégis a kötődésről van szó, ez a legfontosabb. Mert az a kamasz gyerek, aki a szülőhöz kötődik, az még hallgat a szülőkre, azt még lehet befolyásolni. De azt a gyereknek, azt a gyereked, akiknek már a kötődés a szülőkkel már el van pusztítva, vagy meg van lazulva, azt nem lehet befolyásolni, mert nem hallgat ránk. Tehát ez az első lépés, és ez nagyon nehéz. De itt a szülőknek nagyon kitartónak és nagyon szívósnak kell lenni, hogy ezen dolgozzanak. De konkrétan melyek ezek a lépések? Mert abszolút ott értem, hallom, amit mondasz, hogy akármi módon, bármi áron, hogy ez nagyon fontos, de biztos most sokan azt kérdezik, hogy jó, de hogyan? Hogyan kezdem, hogyan folytatom? Ha ez nem működik, akkor mit próbálok ki mást? Ja, nézd, először is ez a nagyon sok frusztráció fog okozni a szülőkbe, és a szülőknek ki kell tartani, ezért mondom, hogy nagy kitartásra van szükség. Nem a rövid időről beszélünk, hanem a hosszú időről beszélünk. És ez nem egymásról másik napra. Mától holnapra ez nem fog történni. Egy. Kettő. A szülőnek nem szabad a gyerek viselkedését vagy visszatusítását személyesen venni. Ezt a gyerek nem direkt, tudatosan csinálja. Ezek ilyen érzelmi dinamikumok, amiről nem tehet. Tehát a szülő birkozzon meg a saját bántási érzésével, és ne vegyen olyan személyesen a dolgot. Három. Hát újra és újra minden pattanjon vissza, és ha visszautasítást tapasztal, akkor nem mondja azt, hogy na jó, hát én megpróbáltam, veled nem lehet, kisfiam. Ne hagyja ott. Minden önérzet nélkül újra és újra és újra? Újra és újra és újra. És ne hagyja el a harctét, a szülő. Ne adja fel a harcot. Mert akkor tényleg tehetetlenek leszünk. Három, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a gyerekkel a kapcsolatot mélyítsük és melegítsük. A reggeli között, az uzsona között, a vacsora között. Ha lehetséges, menjenek kirándulásra a gyerekkel. Vakációzzuk együtt a gyerekkel. Játszanak a gyerekkel. Érdeklődjünk a gyerek érdeklődései után. Mit érdekel azt egy gyerek, fiam vagy kislányom? És miért? És magyarázd meg. Tehát ragasz meg minden lehetőséget arra, hogy nézd, ez mind lehetséges, és megmondom, hogy sok szülők már világszerte mondták, jelezték nekem, hogy attól, amit például ebből a családerje könyvből tanultak, mennyire megváltozott a gyerekekkel a kapcsolatok. Ez egy nagyon nehéz dolog, és ezek az a helyzetek, amit te leírsz, ezek tényleg nagyon fájdalmasak a szülőknek, de nem szabad feladni. Az előbb azt mondtad, hogy az iskoláknak is feladatuk van. Nekik hogyan? Ja. Mi az, amit a tanárok tehetnek? A tanároknak először is, megint itt, mint az orvosi képzésből is, de a tanárképzésből is nagyon hiányzik
a gyerekfejlődés tudománya. Tehát általában, nézd, az emberi agy fejlődik még a méhből, már 3 hónaptól kezdve, még a tehesség alatt is, felnőtt korig. Tehát az iskoláknak a legnagyobb szerepe nem az, hogy megtanítják a gyereket angolul, vagy matematikát, vagy hogy melyik évben történt a Waterloo csatája, hanem az, hogy megnyújtsák a körülményeket, ahol a gyerekeknek az agyuk jól és rendesen fejlődjön. Ez a legfontosabb feladat az iskoláknak. Mert a gyerekek a tényeket meg tudják tanulni, hogyha az agyuk jól működik. De az agyuk nem jól működik, akkor nem tudnak tanulni sokat. És az agyfejlődésre az érzelmi biztonság a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Tehát az iskoláknak az első feladata az az, hogy a gyerekeknek érzelmi biztonságot nyújtjanak. És hogy belátják, hogy a sok tanulási zavar, és figyelemzavar, és viselkedési zavar mögött érzelmi fájdalmak vannak a gyerekekben. És ezeket a fájdalmakat meg kell érteni. Na, ehhez nem kell nagy, mély képzés, de ezt be kell látni. Tehát inkább a gyerekre kell reagálni, nem a gyerek viselkedésére. Ezt sajnos az iskolák nem nagyon értik. Inkább büntetjék a gyerekek, kizárják őket, stb. Anélkül, hogy megértsék, hogy miért viselkedik a gyerek úgy, ahogy viselkedik. Hát itt egy átképzésről beszélek, hogy látjuk a gyereket, hogy látjuk a gyerek nevelést. Pedig most nagyon sok pedagógus, azok is, akiket mi megkérdeztünk a kutatásunk során, arról számoltak be, amikor tavasszal visszatértek a gyerekek egy hosszabb karanténidőszak után az iskolába, hogy nagyon megnövekedtek ezek a nehezen kezelhető esetszámok. Azok, akik nem tudtak figyelni órán, akik úgy lemaradtak az online oktatásban, hogy nem tudták felvenni a tempót, azok, akik kezelhetetlenek voltak, akik dürohamokat kaptak, akik visszaszóltak, akik egyszerűen nem működtek az iskolában. És hát ezek nyilván azok a tanárok, akik ezzel a helyzettel szembesülnek, akiket egy olyan rendszerben képeztek, amikor még nem az a szemlélet volt meghatározó, amiről te az előbb beszéltél. Hát nézd, sajnos ez így van. Azért mondom, hogy itt átképzésről van beszélve. Itt nem a gyerekeket kell változtatni, hanem a felnőtteket. És az hogyan lehetséges? Tehát, hogyha van egy pedagógus, aki mondjuk nézi a mi beszélgetésünket, és speciál még nem vette fel vele a kapcsolatot a tankerület, hogy átképeznék egy ilyen modern szemlélet alapján, hanem ő magára van hagyva ebben. Mit tud tenni? Nézd, én nem tudom magam, nem akarom reklamálni, illetve hogy mondjam, saját cégeremet mutatni mindig, de ezért hittem a könyveimet. Tehát azok a tanárok, akik ezek a témák érdekelik, legyetek szívesek, olvassátok el a könyveimet. A figyelemzavarról, a szétszórt elmék, illetve a gyereknevelésről, a család ereje. Sokat fogsz tanulni. Szerintem, szerényen mondva, szerény abszolút nem vagyok, sokat fognak tanulni, hogy ezeket a könyveket elolvassák. És nem csak az én könyveimet, van egy magyarországi terapista, Dorka, Herner Dorka, ő írt a gyerekkorról, a gyereknevelésre egy nagyon jó könyvet. Olvassátok ezt is el. Tehát lássátok be, hogy valami hiány van a képzésétekbe, és keressétek meg azt a tanulást, azokat az forrásokat, ahol újakat tudtok tanulni. Nézd, erre nekem is szükségem volt, mint orvos, mint szülő. Be kellett látnom, hogy amit én tanultam, abban sok jó volt, de nem volt elég, és sok hibás is volt. És át kellett képzelnem magamat, mint szülő és mint orvos, hogy másképpen látjam a világot, és másképpen látjam az emberiséget, és még másképpen látjam saját magamat is. Ez itt van a veszély, és itt van a lehetőség, amit a krízis nyújt nekünk.
Ha már cégéreket emlegetünk, akkor nekem is muszáj. És még hozzáfűzöm, hogy figyeljenek oda a ti munkátokhoz, amit a UNICEF-et csináltak. Ez nagyon fontos munka. És karoljátok fel azt a munkát. Nagyon fontos, hogy gyerekek. Nagyon köszönöm. Én is épp ezt akartam megemlíteni, hogy ha már a cégéreknél tartunk, akkor muszáj elmondanom, hogy egyébként mi éppen ma november 20-án indítunk útjára egy ingyenes online kurzus pedagógusoknak, ahol nem ígérem, hogy egy teljes átképzést valósítunk meg, mert nyilván nem, de kapaszkodókat adunk 5 részen keresztül videók és írott anyag segítségével abban, hogy hogyan lehet a gyerekek lelki egészségét óvni, felismerni a problémákat, és lehetőség szerint már akár meg is előzni őket, és hogyan figyeljen a szakember a saját lelki-mentális egészségére, mert az is mindenképpen elmondható, hogy csak azt tud segíteni, ahogy ezt a szülők esetében is mondtad, azt hiszem, mi a beszélgetésünk elején, Gábor, aki maga is jól van. És ugye mi azt tapasztaltuk, amikor beszélgettünk a szakemberekkel, hogy őket is nagyon megviselte ez az időszak, meg sok esetben a megelőző sok év is, és sokan mondták azt, hogy ők nem érezték azt, hogy ők maguk olyan állapotban lennének, hogy igazán tudnának segíteni ebben a nagyon nehéz időszakban a gondjaikra bízott gyerekeknek. Úgyhogy a másik kérdéskör, amiről egyébként a te véleményed is éppen ezért nagyon érdekelne, hogy hogyan tud magára vigyázni a szakember. Arról beszéltünk, hogy hogyan tudja magát képezni, hogyan tudja magát évni, óvni, építeni. Nézd, először egy nagyon fontos kérdés. Egyébként, ha minden jól történik, akkor én jövök Magyarországra jövő tavasszal, és jövő ősszel is aztán, és ma fog nyújtani egy ilyen pár ilyen tanfolyamat ilyen témákról. De addig is, illetve amellett is, vagy ahelyett is, ez nagyon fontos kérdés. Először is be kell látnunk, hogy mint szakemberek, mint tanítók, mint orvosok, pszichológusok, terapisták, akármi, sok traumatizált és stressz érintett felnőttel, vagy fiatalemberrel, vagy gyerekkel, vagy kamasszal foglalkozunk. És ez majdnem elkerülhetetlen, hogy az ő stresszeiket beszívjuk saját magunkba. Tehát ezt ki kell dolgozni. Nekünk is kell járni, megbeszélni ilyen dolgokat másokkal, hogy ne szorítsuk saját magunkba a klienseinknek a stresszeiket. Ez nagyon-nagyon fontos. Egy. Ezt hívják azt hiszem szupervíziónak, amiről te beszélsz, ugye? Nem földön a szupervízió, de csak az, hogy egy hét nehéz munka után én beszéljek valakivel, akár egy baráttal, akár egy szakemberrel, akár hogy csak megmondjam, hogy mik az érzelmény, hogy mik a tapasztalatom, hogy mi az állapotom, hogy kifejezzem ezt, tudod? Ne szorítsam saját magamba. Egy. Kettő. A fizikai dolgok. Milyen fajta ételt eszel? Táplálod magadat egészségesen? Nagyon fontos. Mert amikor stressz alatt vagyunk, akkor nagyon is ilyen junk foodra, édességekre és zsíros dolgokra támaszkodunk, tudod? Mert ezek pillanatnyilag csökkentik a stresszet, de nagyon egészségtelenek. Tehát nagyon fontos, hogy eszünk, hogy milyen ételt fogyasztunk. Fizikai gyakorlat nagyon-nagyon fontos a stressz kidolgozására. Sétálás, futás, úszás. Én magam nem tudok létezni anélkül, hogy naponta úsznák, vagy futnák, vagy valamit tennék, tudod? Lelki munka, meditáció, jóga, valami spirituális munka, akármit jelent ez neked, ez nem lehet elérni senki másnak. Ezek mind nagyon fontosak. És megmondom az én személyes tapasztalomban, hogyha viszonyban vagy, hogyha például házasságban vagy, mint én, a legfontosabb lelki munkánk ott történik, hogy azt az otthoni viszonyt óvni kell és szentelni kell, és sok munkát kíván, hogy ezzel sűzzök. Tehát minden részében az életünket figyelni kell saját magunkra. Ahhoz, hogyha másokat akarunk szolgálni, vagy támogatni, vagy segíteni, saját magunkkal kell kezdeni.
Jól sejtem, hogy ez nálad is egy tanulási folyamat eredménye volt ez a felismerés? Tehát, hogy először a hibákat is elkövetted, mielőtt eljutottál idáig? Nézd, én minden hibát, ami lehetséges, elkövettem. Hidd el nekem, mint szülő, mint férj, mint szakember, a saját hibánktól tudunk tanulni, és ez a tanulás, ez egy életfolyamati valami. Ennek sosincs vége, szerencsére. Mert amit már mondtam azelőtt is, hogy most 77 éves vagyok, de szerencsére már nem vagyok olyan fiatal és hülye, mint mikor 76 voltam, tudod? Tehát ez a tanulás, ez egy élet végéig tart, hogy a szerencsések vagyunk. Amit mindenképpen meg kell említenem, ha már arról beszéltünk, hogy a szakembernek is fontos, hogy beszéljen valakivel és kiadja magából, hogy nekünk, vagyis az UNICEF Magyarországnak van egy szupervíziós szolgáltatásunk is egyébként, ez is ingyenes, több alkalmas, amit igénybe vehetnek pedagógusok és gyerekvédelemben dolgozó szakemberek, amikor nekik maguknak van mentálhigiénés segítségre szükségük, vagy egyszerű szakmai szupervízióra. És szülőcsoportokat is szervezünk szakmai partnerek segítségével, ahol szülők beszélhetik ki magukból, és adhatnak egymásnak is támogatást ezekben a nyilván sokszor hasonló problémákban. De mielőtt elengedlek téged, Gábor, talán az utolsó kérdés, ha már így szerepet osztottunk, hogy mit tehetnek a szülők, kisgyerekesek, kamaszgyerekesek, mit tehetnek a tanárok, szakemberek, és így tovább. Mondj egy pár szót arról is, hogy mit tehetnek maguk a fiatalok. Hiszen egyrészt remélem, hogy olyanok is vannak, akik nézik ezt a mi beszélgetésünket, akik maguk már mondjuk serdülők, meg hát nézik a szüleik, akik át tudják adni az üzenetet. Mi az, ami rajtuk múlik, amit még nem a felnőttektől, vagy már nem a felnőttektől kell várni? A fiatalok azt tehetik, hogy ha lehetséges, forduljanak egy olyan felnőtthöz, akiben bíznak, és fejezzék ki az érzelmeiket, a tapasztalatokat, a gondolataikat, tehát osztozzák meg valakivel, akiben bíznak. És ha nincs felnőtt, akkor egy baráttal, de őszintén és nyíltan. Kettő, amit tapasztalsz, fejezd ki valahogy, írásba, vagy rajzba, vagy valahol. Csinálj zenét. Ne csak hallgass el a zenéhez, csináld magad a zenét is. Énekelj. Menj ki a szabad levegőbe. Vigyázz magadra. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen, és köszönöm, hogy vendégedet lettem.